Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a The Room negyedik részének folytatása. Lássuk akkor ezt a tekerőt. Itt legutóbb, ha jól emlékszem, összelőttünk. Mi a cél? Most olyan majdnem. Van-e itt valami? Oké. Túloldalon, mintha lett volna egy állapot. Fölül a kígyó. Alul a hajó meg a horgony. De ugye abban a formában, hogy így. Oké. Aztán, úgy bizony. És most mit tudok csinálni? És akkor gondolom a másik irányba kell elcsavarni teljes egészében. Még egy. És akkor ezt is ki tudjuk húzni. Bingo! Jó, az nekem. Úgy látom, jó. Barátságos robbanó fántok. Nem azt vártam. No, és akkor megvan a doboz. És akkor ezzel felteszem, le is zárjuk a szobát. Még a szokásosnál is agresszívabb formába terjedt. De lassan már sok nincs hátra ebből a szakaszból, de lehet, hogy ez az egész. Túl vagyunk a felén. Legyen ez jó vagy sem. 8 vagy hány szobából 4 már lezárva. Mit kapunk? Azt hiszem az a... Azt hiszem ez kell ott valamelyik szobához, a japán szobához. Ha megtaláljuk. Merre bujkál? Azt hiszem itt van. Valami ilyesmi formába. Aztán konkrétan, hogy melyik figura hova való, azt majd nyilván be kell sakkozni. Ja. Jó, akkor... Négy szög fölőre. Chill... Na. Pluszja, csillag, kör, háromszög alul,
Na, azt hiszem a többi jó helyen van. Pedig én marhára azt mondanám, hogy ez így jó. Vagy ha nem így jó, akkor nem tudom, hogy hogy kéne jónak lennie. Akkor ötletem sincs. Aha. Akkor mégse jó. Mert azok a... Akkor nem kéne itt köröknek, vagy más egyéb, vagy máshova van még. Oké. Na most jön az, hogy ezt időnként tudtam én. Tologat. Tehát most egyszer tudtam tolni, aztán egy nem. Hogy a fene. Ó, hogy a fene vigye el. Hogy a másik irányból kellett. Az nyilvánvaló volt innentől kezdve, hogy valami nem volt rendben vele. És mit tudok mozdítani egyáltalán? Inkább semmit. Hogy az mihez kell, azt még ötletem sincs. Most itt vagy hiányzik valami, vagy valószínűleg hiányzik innen. Na, hát akkor egyenre ne is próbáljuk, addig, amíg azt meg nem találjuk. Mire való egy a... Azt hiszem az lesz a... ide való eszköz. És kaptunk egy karikát. Nagyon sok bogyóval. Azt hiszem a kisház tetején, mintha lett volna egy ilyen figuránk. Ott is van. Oké. Okay. Most mi? Elvesztettük az összes elemünket. Ide is való egy olyan felső valami. Na most csak kéne megtalálni, hogy mi az, amit még nem használtunk. És használható. Azt én értem, hogy
Ó. Hogy akkor ki lehet lopni. Félkész állapotába. No. Ide való vagy sem? Olyan formájú. Azt hiszem. De nem. Nem teljes. Hacsak. Ha csak nem forgatható, alternatív, hogy ide. Akkor egy út maradt. Nyilván ezzel kellene itt valamit csinálni. Oké. Most el tudunk menni ide. Most el tudunk menni oda. Oké, van mind a háromhoz út. Akkor menjünk először abba. Felteszem úgy is. Minden további nélkül. Egyszerűen el kell mennünk. Gong! Akkor a három kalantyú egyike gondolom nyílik. Bingo! Legalább jelzi, amelyiket megcsináltuk. Oké. Hát ez ilyen szempontból akkor egyszerű. Másik kettő ismétlés. Utolsó, az a... Az kell nekem. No! És meg is vagyunk. Woohoo! Itt a harmadik gong. És mit kapunk? Egy újabb golyót. Valahova már kellett, és nem emlékszem hova, egy ilyen. Az is kell, nyilván. Oké. Építjük a pagodát. Ott van a mi kis lezárunk. Majd egyszer.
Woohoo! Azt hiszem ez megy valaminek a tetejére. Hihetetlen megfigyelő készségem. Egyenre itt hagyom, mert valószínűleg úgysem ide kell. Fene tudja. Ide szerintem majd a teljes kell. Úgyhogy akkor jó kérdés, hogy hova megy ez a mostani kis darab. Nem tudom, hogy innen vettünk ki valamit, vagy még kell ezzel valamit játszani. Úgy emlékeim szerint nagyjából itt mindent lerendeztünk. Úgyhogy a fő gond, hogy mi a következő móka. Van még itt valami? Modell. Ó, tudom már, kinn a ház tetején van egy torony darabka, ami hiányzik. Itt. Na, nem így vártam. Ezt megmondhatom. De mindegy. Akkor jön a következő szoba. Művészkedjünk. Aha. Ez úgy érzem erősen a legvége. Sem lettem előré. No. Ott a könyv. Nem mintha az olyan nagyon hasznos lenne. De azt legalább mindenképpen tudjuk haladni. Itt mintha ez simán kihúzható lenne. Na most már van egy tojásunk. Legalább egy csinos darab. Ide nyilván kell egy kulcs. Oké. Azzal nem vagyok bejjem. Oké, ez se segített. Oké, akkor ezek szerint az odavaló. Ha. Ha jól értjük, a képaláírást és segítséget, de akkor mi nagyon nem vagyunk meg ezzel a sok kis dobozkával. Kapunk egy másik tojást. Vannak még itt ilyen háromszög helyek. Hát lehet, hogy meg lehetne valahol nézni, hogy hol a helye. Oké.
Honnan kéne nekem kitalálni, hogy ennek hol a helye? Mert voltak, hogy a előző szobában is ilyen állványok. Ilyen háromlábú állványok. Milyen a jele? Nem is tudom, minek mondanám. Oké, akkor ezek szerint... A hova tartozikat azt meg kell találnunk először. Csak úgy kipróbálni nem opció. Mondjuk van itt még egy. De nem. Határozottan nem akarja. Ott is van még egy... Nem, igazából annyi van belőle, hogy muszáj megtalálnunk valahol valami mintát. De hol? Ott már nincs. Ott már nincs. Még esetleg a konyha, ami az kertbe, de nem nagyon emlékszem rá, hogy ott lett volna erre valami info. Meg valahogy nem tartoznám ide. Azt mondanám. De aztán persze ki tudja. No, Skarabeusz. Nem az, nem pontosan az. Az íróasztal két ezen oldalára, de nem ez a pók, nem ez a bogár. De akkor mégiscsak van itt egy ilyen jel. Ezek szerint még valahol fogunk találni még egy tojást cserébe. Legalább már annak megvan a helye. Nem egy nagy eredmény. Mert nem ezt a tojást akartam megtalálni. Logikusan akkor annak itt kéne, hogy legyen a helye. Oh. Ez néz ki úgy a leginkább baloldali, ha jól látom, vagy jobboldali, vagy mindegy is, tehát a széle. Azt hiszem ez lesz a nyerő. Mégiscsak volt ott egy, csak arra már nem is emlékeztem. Szem elfogadta. Gondolom ezen lesz a skarab. Jap. Az állvány mellett. Ha, megvan az a hely. Vadászunk bogarat. Akkor az elvileg ide való. Gyakorlatban is. Kaptunk érte egy bogyót. Azt hiszem ez hiányzott a kertből. Ez nagyon olyannak tűnik, mint ami a kertből hiányzott.
Csak azt kéne megtalálni, hogy pontosan hol. Innen. Kaptunk egy kedves kis figurát. Megirányíthatjuk a víz folyását. És akkor innen már a szökőkút fog szökni. És egyúttal működni fog az a szörnyeteg rendszer. Oké. Hogy tudom én azt behúzni? Mert az olyan viszonylag egyértelmű. Ó. Pedig a maga megoldás is egyszerű volt, csak nem teljesen. Aha. A másik irányba. Nem egészen. Már nagyon hasonló. Elfogadta. No, hát játszunk fényjátékot. Buhú! És akkor átengedi a vizet a szomszédba. És akkor ezt még háromszor. Vagy kétszer, vagy hányszor. No, szoros csillagot. Azt hiszem ilyesmi. Mókás darab. Ez határozottan tetszik. Nem szuper komplex, mert hát olyan sok állása nincs az egésznek. Na mondjuk az már nem lesz egyszerű, ahol a kettőt ötvöznünk kell. Aha. Jó. Ezt bejátszottuk. De ez mondjuk olyan nagy kihívás nem jelentett. De az csinálja az ötágút. Úgyhogy abból kell kihoznunk a... Fönt van az egyik szigorú pontja.
Azt hiszem a... Majdnem. Hát, ugye az, amikor megfelelő ponton akarom ott tartani, az nagyon nem szeretné. Na, ez nem tetszik a megvalósítás miatt, tehát... Mi a túró ez, gyerekek? Azt hiszem az most már jó, nem jó, mert 90 fokkal elforgatva kéne. Na, az jó lesz. A zöld az most már jó. És most már az is jó. No, hát amennyire dicsértem az első kettőt, ez az utolsó, ez főleg a megvalósításon megbukott. Sajnos. No. Igazán barátságos kis csutymó. És ebből hogy, honnan lesz bármi? Aha. Sokat segít, ha egyáltalán van értelme a feladatnak. Kék az azt hiszem jó helyen van, a fehéret azt gyakorlatilag tükrözni kéne. Annyira, hogy tükröztük és akkor jó lett. És akkor ezt a kertet is lezárhatjuk, azt hiszem. És azzal zárunk is igazából majd mára. Még megnézzük, mi van a dobozba. Egyelőre ennyi. És a maradék hárommal majd folytatjuk. Amiből az egyik azt hiszem még meg sincs. De a japán zóna viszont nagyobb rész megvan, úgyhogy az majdnem teljes. Oké.
Ó. Oh. Na most már még teljesebb. Azt hiszem, meg vagyunk vele, de innen fogjuk folytatni, már ennyi.